Üdvözletem és a legjobbakat! A mai videómban Transformers Robots in Disguise a 2016-os szériából fogom nektek bemutatni a Legion Class, azaz Legio Legends apró méretű Groundbuster-t. Igen. Nos, Groundbuster a sorozatban egy apró kis mellékszereplője volt az Álcák csapatának, ki egy kis markoló hibridé alakult át, markoló kotrógépi alakult át, olybán nagy szerep nem volt a sorozatban, de azért kapott egy aranyos kis figurát, hogy mit ne mondjak, egyike volt azon figuráknak, melyek csupán így jelentek meg ilyen méltányban, és azon kevés rid figurák közé tartozik, akik egyedül ebbe a verzióba jelentek meg, nem pedig az adott nagyobb figurának a lekicsinyítése. Szóval ez az érdekes kis markolók, akinek feje vízi, teljesen látható, viszonylag könnyen észrevehető, egy aranyos kis apróság, ki négy apró kereken gurul, mert hát hogy gurulna egy lánctalpas markoló, mintsem négy keréken. Igen. Miért egy tekintve? Értelemszerűen egy apróságról van szó, így hát LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénk mellett igencsak eltörpül, és a februári mini hónap keretén belül pedig ugye megjelenő mikroemberkénkhez képest pedig talán még jól is aránylik, hogyha arról lenne szó, de hát nem ez a mér aránya, hanem egy apróságról van szó, itt igencsak könnyű átalakítani, mire rögtön ki is térünk, miután megnéztük az ő méreteit kedvenc mérőmanunk segítségével. Teljes hosszúságát tekintve, Groundbuster, lássuk csak, körülbelül 5,5 cm-es szélességét tekintve, lássuk csak, 3,5-4 cm-es, és magasságát tekintve pedig alapjában véve 3 cm-es, hogyha kiemeljük az ő kis karját teljesen fölfele, akkor pedig lássuk csak egy elképesztő 6,5 cm-re nyúlik ki a figura. Nos, minden ezen elképesztő dolgokon túl vagyunk, megállapíthatjuk, hogy a figura picit poros, annyira nem tudtam leporolni, na mindegy. De el is kezdhetjük az ő átalakítását, melyet azzal kezdünk, hogy lehajtjuk a lánctalpait, és ezeket a részeket hátrahajtjuk. Így. Ezt követően lehajtjuk az icike-picike kis lábacskáit, majd a felső részt így teljesen hátrahajtjuk egyik oldalt, és ezt a részt pedig teljesen kihajtjuk, majd a piuta fülkét előrehajtjuk, és íme itt van előttünk Groundbuster, a maga teljes kis minikon mienségében. Igen. Hát minikon Legion Class apróságos kis mienségét tekintve. Igen. Szóval egy aranyos kis figura, elég furcsa részletekkel és egy nagy karcolással a mellkasán, melyet sajnos nem tudtam korrigálni. Igen. Szóval nézzük meg az ő méltányait. Így. Ne? A fókuszba tett LEGO emberke és LEGO technik emberke mellett, és az immáron ebbe a hónapba kötelező mikroemberke mellett is. Féltéve technik emberkénket, jobban látszik ezen két arányosság, ugye LEGO emberkénknél lényegesebben testesebb, és hogyha egy ekkora lenne egy ekkora emberke, akkor ezért egy nagyobb dologról lenne szó, de mivel nem az, ezért egy kisebb figuráról van szó, LEGO emberke mellett látszik az ő kis testes mélyessége. Nos, Groundbuster méretei ezen verzióban kicsit megváltoznak, magasságát tekintve, lássuk csak, immáron mindenféle kinyújtás nélkül 7 cm-es, szélességét tekintve váltól válik 5 cm-es, és mélységét tekintve, mivel túlságosan sok kiálló része nincs, 2 cm-ben megegyezhetünk, ha nagyon bele akarjuk magyarázni a karnak a hosszúságát, akkor immáron, lássuk csak, 5 cm-es. Nézzük meg Groundbuster egy kicsit közelebbről, vállait beállítjuk. Itt is van renden kívül mód morcos kis figura, de attól még kedves, hogyha akarjuk, a vállait természetesen lehajthatjuk, hogy egy zömökebb, teljesebb képet kapjunk a figurának, de én úgy gondolom, hogy jobban néz ki, hogyha fönn van a két
pállemeze, de így is lehet tartani, kinek, miként, hogyan tetszik, teljesen saját döntése, hogy hogyan tartja. De ha gondoljátok, maradjunk ennél. Nos, mozgathatóságát tekintve, Rambuster feje az egy helyben van, kezét tekintve egy gömbcsukló van itt, és ezen a gömbcsuklón akadály nélkül képes körbefordulni. Könyökét tekintve, ott, ahol kéne neki nincs, és ahol van neki valami, ami könyöknek mondható, az pedig nem pont úgy működik, ahogy egy hagyományos könyöknek az praktikus lenne, ezért ezt ne is számítsuk bele a dolgokba. A másik kezén viszont egy hagyományosan működő könyök van, mely annyira azért nem hajlik, sőt, mi több, inkább szintúgy az ellenkező irányba megy, mely nem segíti az előtte lévő dolgok megfogását, ha arról van szó. Kezében lévő kis markoló föl lemozog, de sajnos ki se bele nem lehet csukni, szóval ebben a tekintetben korlátozva van. Lábait tekintve, két apró kis tömcs lába, ennyire megy előre, ennyire megy hátra, és egy, hát mondanám, hogy impresszív spárgára képes, de méreteit tekintve ez nem annyira az, de tulajdonságait tekintve azért mégiscsak az, és így gyorsan összegezve a dolgokat, azt kell, hogy mondjam, hogy egy aranyos kis figurával van dolgunk, kis zömök, tömör, gyönyör a maga mienségében, kis hátizsákos mienségében, így, ne, és igen, ha netán kedvelt rasozatban a karakternek egy néhány feltűnését, akkor érdemes beszerezned, különösképpen, hogyha olcsón rábukkansz, bár ez talán a legtöbb figurára igaz, hogyha olcsón találsz egy jó figurát, mindenképpen csapjál rá. Szóval, igen, ez lett volna rövid és tömör bemutatója Robots in Disguise Grandbusternek. Remélem, tetszett ezen bemutatóm, amennyiben igen, kérlek, itt hagyj egy lájkot, amennyiben megjegyzésed lenne, itt teheted meg, és amennyiben ilyen és hasonló videókra kíváncsi, kérlek, itt iratkozz föl. Még egyszer, köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok!